estét kívánok, kedves nézőink! A Városi Kispályás labdarúgó bajnokság 6. fordulójában több csapat is kelemetlen élményekkel gazdagodott. A játék hét előtt az 5. helyen álló Csépülcvé a 6. Klubfecával mérte össze erejét, a meccs tétje pedig az volt, melyik csapat kerül közelebb az élmezőnyhöz. A Városi Bajnokság 6. fordulójában Csépülcvé Klubfeca. Kék mezben jobbról balra, a Csépülcvé még piros mezben, a Klubfeca együttese. Nagy csatára van kilátás ezen a mai találkozón, hiszen a tabella jelenlegi 5. és 6. helyezettje néz farkas szemet egymással, és próbálja begyűjteni majd a győzelemért járó 3 pontot. Azt a 3 pontot, amely mindkét együttes számára igen fontos lehet, hiszen jelenleg a Csépülcvé az 5. helyen áll 12 pont, illetve 10 ponttal, és hogyha ezt a mai találkozót nem promoltam. Na, akkor még egyszer nekirugaszkodom. Tehát a Csépülcvé 10 ponttal az 5., és hogyha ezt a mai találkozót esetleg megnyerné, akkor felzárkózna az élmezőnyhöz, a közvetlen élmezőnyhöz. A Klubfeca pedig a 6. 7 ponttal, így hogyha meg tudná verni jelenlegi rivális, beérné a kékmezeseket. A két együttes összeállítása. A Klubfeca kapuját Fehér Miklós őrzi. A pályán jelenleg pedig 70-es számmal Hajnal László. 2-essel Bóka Csaba, 16-ossal Molnár Gábor. 8-assal Gelencsér Péter és 10-essel Máriási Zsolt. A túloldalon Disznó Péter a kapuban, ahogy azt már megszokhattuk. Mezőnyben pedig 5-össel Pott Sándor, 11-essel Májer László, 4-essel Müller Csaba, 9-essel Kiszi József és 10-essel Horváth Ferenc. Ez a két együttes kezdő csapata. A Klubfecánál bevetésre készen a lelátón foglal helyet Almádi Ferenc, Rikli Csaba és Bogori Balázs, még a túloldalon egyetlen csere játékos árválkodik a nézőtéren Bors István személyében. Máriási egyelőre különösebb helyzet. 2,5 perc telt el eddig. Ott Kiszi, Müller. Lövésre vállalkozik, a labda azonban a kapu fölé száll. Máriási, Gelencsér, Májer, Horváth. Csépülcvé bedobás következik. Horváth Ferenc dobja előre Kiszinek a labdát, aki tud lefordulni. Kiszinél még mindig, aztán 3 piros mezes érkezik rá. Müller Csaba pedig eladja a labdát. Máriási. Ott. Máriási veszi le a felező vonalnál, aztán Molnár Gábor indul meg. Kiszi. Gelencsér szerelte. Májer lő fölé. A bajnokságot a Csépülcvé kezdte jobban. A Fecának 3 forduló kellett ahhoz, hogy belelendüljön a játékba és megszerezze első győzelmét. A nyitó játék héten a Klubfeca 2-0-ás vereséget szenvedett a Polyák BT-től. A második fordulóban már valamivel jobban teljesített, és az újonc mávgépészet ellen
1-1-re végzett. Aztán a harmadik fordulóban végre jött az első győzelem, szintén az újonc maratonsportot verték 2-0-ra. A negyedik fordulóban a Fevitta ellen diadalmaskodtak 4-2 arányban, majd az ötödik játék héten egy vereség a Fedél Kft-től 5-3 arányban. A G plusz V 1-0-ra verte a maratonsport gárdáját, a második játék héten a Fevitát 3-1-re, a harmadik fordulóban a Fedél Kft-től 4-3-as vereséget szenvedett, a negyedikben a Turul Line-nal játszott 3-3-as döntetlent, az ötödikben pedig a Cooper SC-t verte 5-3-ra. Így gyűjtögették tehát a pontokat a csapatok az idei bajnokságban. A tavalyi pontvadászatban a Csík plusz év végzett jobb helyen. Lisztú rúgja ki, kiszíveszi merre a labdát. Mayer. Müller. Lisztú Péternek hátra. Aztán Horváth Ferenc kapná a labdát, hogyha Molnár Gábor nem előzi meg. Bóka. Hetedik percben járunk, 0-0-ás mérkőzés állás, kiszivárgolódik. Egy lövőcsel aztán kipasszolja oldalra Müller Csabának a labdát. Bóka. Kint van a labda. Molnár Gábor. Fodor. Máriási pöccintette tovább, nem jött be a kényszerítő. Kint volt. Máriási. Gelencsér indul be, kapja is a labdát, egy picit azonban hosszú volt neki. Két és fél perc telt el a mérkőzésből, Horváth Ferenc vállalkozott egy kapáslövésre fordulatból. A kapu mellé suhant a labda. Tehát a nyolcadik percben járunk, és azt nem lehet mondani, hogy eszeveszett iram van a pályán. Szépen lassan, komótosan szövegetik támadásaikat a csapatok. Egyelőre a kapusoknak még nem szabadkozniuk. Müller bedobása. Kiszi. Müller megburítja vissza. Ott a kapu előterében. Csípülszé bedobás. Fodor őrizte. Kiszi dobja be, pot fejjel a kapu fölé. Gelencsér. Bóka. Molnár. Fodor. Molnár érkezett lendületből, nem kapta azonban a labdát. Máriási bejátszása pedig elakad Mayerben. Bóka. Molnár. Gelencsér érkezik a bal szélen. Nem kapja. Máriás. Mayer László lába állta útját a labdának, amely ezt követően a plafon téri. Játékvezetői labda. Kiszi pedig Fejér Miklós felé vágja a labdát.
Molnár. Gerencsér. Kiszi. Szép volt a passz. Csel után. Szöglet. Kókáról pattant az alaponalon túlra a labda, a horvát szöglete. És ebből most már fordulhatnak a pirosmedesek. Molnár Gábor. Egy gyors leindítás, kontraakció. Gerencsér passzolt a felfutó Molnárhoz, aki lőtt. Igazítás nélkül, a labda azonban célt tévezte. Kiszi merre vette, aztán ő is kapás lövéssel próbálkozott. Levágódott a védőkről. Csékúszó bedobás, Kiszi a labdával. Ez már a 11. perc. Mayer. Kiszi felé vissza. Nem volt pontos. Müller. Mayer. Horvát. De középre. Fodorát lépi. Klubfeca. Bedobás következik. Gelencsér. Müller vetődött bele. Feca szabadrúgás következik a 12. percben. Felező vonal közeléből Máriási a labda mögött. Kiszi az egyszemélyes sorfal. Bóka. Szép kapufa! És aztán Máriási lövése pedig Mayerről vágódik le. Diszlu Pétert megzavarta a megpattant labda. Bele tudott ugyan érni, és szerencséje is volt, hiszen a jobb kapufa sietett segítségére. Így marad a 0-0-ás mérkőzés állás, és az első igazán nagy helyzet a Klubfeca nevéhez íródik. Molnár. Gelencsér hátrafelé mozog. Bóka. Máriási, Fodor, Molnár, jól járatják a labdát a piros mezesek, egyelőre mezőny fölényben. Molnár, Bóka, Gerencsér, Molnárnak vissza. Várják a játékosok, hogy mozogjanak a társak a labda felé. Igen, intenzíven keresztbe mozognak a piros mezes támadó. Máriási. Gerencsér. Horvát mellett csinál egy cselt, és itt az első gól a mérkőzésen. A 13. percben Fodor Tamás a gólszerző. Szépen járatták a labdát a piros mezesek, míg nem egy beindították az akciót. És a hatoson belül Fodor, aki végül a Csíkuszél kapujába jutatta azt. Tehát a 13. percben 1-0-ra vezet a Klubfeca. Müller. Kirúgás. Bóka. Máriási. Fodor. Molnár. Molnár vágja ki. Fodor fején csúszik meg. Majd. Pott. Kiszi. Bóka őrzi. Müller. Nem volt túl jó a próbálkozás.
bedobás lett a dologból. Máriási. Gerencsér Máriásinak vissza. Gerencsér. Fehér kapus. Molnár. Müller. Majd ismét Molnár tisztáz. Fodor véd technikai hibát. Kiszi. Molnár Gábor húzza ki. Aztán Mayer higgadt mozdulattal fejeli hátra saját kapusának a labdát. Müller át a túloldalra. Pocs Sándor kapásból. Fehér Miklósnak ez csemege. Máriási. Közben kettessel érkezett a Csépluszi együttesébe. Horváth Ferenc ült le. Gelencsér. Mayer támadta hátulról. A kelleténél keményebben. Így klubfec a szabadrúgás következik a 17. percben. Molnárnak gurítja le a kilő, Mayer lábán pedig megpattan a labda. Szöglet. Cserél a klub feca is. Fodor helyére. Hetessel Rigli Csaba érkezik. A szöglet után pedig egy másik a Csaba veszélyeztetett. A labda a kapu mellé vágódott. De ismét a piros mezesek lendülhetnek támadásba. Bors adja el a labdát, aztán Rikli hosszan szökteti magát. Disznő kirúg, kidobása Müller Csabáé. Máriási érkezik hátra jókor. Fehér. Tizennyolcadik perc, 1-0-ás. Klubfec a vezetés, ez egy remek látványos akció volt. Kiszítette le mellel a labdát az érkező Bors Istvánnak, aki nem várta meg, még lepattan a labda. Egyből lőtt, és a jobb kapufán csattant a játékszer. Szép jelenet volt, azonban eredménytelen, hiszen továbbra is 1-0-ás. Klubfec a vezetést jegyezhetünk. Bors újabb próbálkozása, most a kapu mellé száll. Fehér kirúgása, Müller fejeli vissza, aztán Kiszi veheti le. Kiszi József előszeretettel használja karjait, kezeit. Megint csak egy röplabdásokat meghazudtoló módon ért a labdába. Molnár. Máriási. Rikli. Mayer szereli, aztán Máriási mellett is elviszi a labdát, de már kint volt. Gerencsér. Ketten is szerelni próbálják, végül is ez sikerül. Müller és Pott volt ott. Müller kapná a labdát, azonban Molnár Gábor remek ütemben ugrik fel és fejeli ki az oldalvonalon túlra. Mayer. Egy távoli lövés mellé. Próbálkozik a Csépulsz véde egyenlőre eredménytelenül. Pott, róla meg újabb klubfec a bedobás következik, amelyet lábbal végezel Gerencsér. Máriási. Gerencsér közben lemegy a pályáról. Fodor érkezik vissza.
Bors. Müller. Mayer, majd ott Sándor a labda útja. Bors felé száll a labda, Fehér beleér. Müller érkezett, de nem tudta ellőni a labdát. Ez Fehér kapusé. Riklik érte, nem ő kapta a labdát, hanem inkább Fodort választotta a kapus. Bors előzte meg. Bóka. Máriási. Fodor mozgott keresztbe. Nem volt pontos a passz. 21. perc, 1-0-ás Feca vezetés. Mayer. Bóka vágta fel a lelátóra a labdát. Most érkezik vissza a nézők segítségével. Kiszi. Müller. Szép. Az irányzék volt pontatlan. De az akció dicséretes. Fehér vágja előre. Mayer lehúzta a fejét. És most Diszlő Péter rúghatja ki. Ott Diszlő. Kiszi. Bókáról nem igazán tud lefordulni a kékmezesek 9-es számú játékosa. Most Máriási. Gyötri, aztán Müller kapja. Fordulnak a piros mezesek. Molnár felé gurult a labda, Mayer remek ütemben lépett ki, aztán Kiszi esik el, és a játékvezetők fújnak, Csíkuszé szabadrúgás következik. Reklamáltak a piros medes játékosokat, lehet, hogy Máriási használta a kezét egy picit. Müller, szép gól, egy ügyes szabadrúgás kombináció, Mayer gurította le az érkező Müllernek a labdát, aki ballal a kapu jobb felső sarkába helyezett. A 23. percben tehát egyenlít a Csíkuszé együttese a gól. Rikli, Müller szerelte. Máriási, őt pedig Pott állítja meg. Máriási bedobása. Rikli nem tudott belepiszkálni a labdába. Diszlő Péter ért vissza a rövid, illetve a bal sarokra. Meg tudta szerezni a labdát. Fodor lövi el, Diszlő óriási bravúrja. Jó lövés, remek védés. Felpörögtek most az események az első félidő hajrájában. Rikli próbált kapura perdíteni, Diszlő Péter résen volt, ő szedte fel a labdát. 24. percben járunk, 1-1-es mérkőzés állás. Másfél perc van hátra az első félidőből. Fodor fejelte ki. Müller bedobása. Kiszi. Bors érkezik segíteni. Kiszi úgy vaktában ellőtte a labdát. Ismét a kékmezes Csíkuszé teremtett gólhelyzetet, hogyha élni tud a lehetőséggel. Ott és élni tudott. Bizony nem volt veszélytelen, Pott dobta be a labdát Kiszi egyből, letette neki. Aztán Pott a kapu fölé lőtt, Máriási. Mayer mellett forgolódik, Rikli. Ez már az első félidő utolsó perce.
Müller. Kiszi. Fodor. Rövid volt a passz. Fordulnak most a Feca játékosai. Rikli, Máriási lekezeli, aztán lő, és Rikliről pattan vissza a mezőnybe a labda. Kiszi. Ott zárkózik fel. Egy távoli lövés, Fehér védett. Szöglet. Ez már a 26. perc történése. Pott szöglete, Kiszi. Na, mit tud verekezdeni? Máriási mellett, aztán Rikli érkezik oda. Vége az első félidőnek. Tehát Fodor Tamás 13., illetve Müller Csaba 23. percben lőtt góljával. Cs plusz V Klub Feca 1-1. Az első félidőben tehát semmi nem dőlt el, hiszen 1-1-re állnak a csapatok. Ott vállalkozott egy távoli lövésre, a labda azonban elkerülte a Feca kapuját. Máriási, Fehér. Májer bedobása. Máriási piszkált bele, Rikli ott állítja meg, majd Müller is segítkezik. Máriási kapufa, szép volt. A közben csereként beállt Balogh Zoltán passzolt Máriásihoz, aki a kapufára lőtt. Májer, Müller, Kiszi, ott érkezik középen, egyel tovább Borsnak, kapáslövés, a kapu előtt elsuhan keresztbe a labda. Máriási, Bors szerez labdát, aztán Kiszi, Pottnak vissza, szép. Centiméterekkel ugyan, de a kapu mellé suhan a játékszer. Marad tehát az 1-1. A második félidőben másfél perc alatt láthattunk egy Feca, valamint két Cs plusz V gól helyzetet. Kiszi veszi merre, aztán úgy szerédíti meg a labdát, de sokat várt. Rikli érkezett hátra és szerelte. Bóka. Balogh Zoltán. Máriási. Kiszipattan fel. Müller. Májer. Müller. Bóka, Balogh, Kiszi, Pott, Máriási füleltere az átadást, Müller Csaba futott volna fel a bal szélen. A Cs plusz V egyébként e találkozó kezdetéig 15 gólt lőtt és 11-et kapott, 5 mérkőzésen, a Klub Feca pedig 10-et lőtt és 10-et kapott. Most már mindkét csapat 1-1 találattal toldotta meg góljainak számát. Fehér húzta le Bors elől a labdát, aztán Balogh kapja a kidobást.
Müller. Bóka esik el, kiszirántotta le, el is ismeri, és bocsánatot is kér. Fodor. Fehér. Bors támadta a kapust. Harmincadik perc, 1-1, Kiszi. Müller. Balog szerelte. Rükli hosszan tolta meg a labdát. Liszl. Müller. Bóka előzte meg Kiszit. Máriási. Rikli. Mayerben hapad el. Máriásihoz kerül oda a labda. Ez pedig Molnár Csaba blokkolja. Kiszi. Bókáról most nem tud lefordulni. Ott. Müller. Máriási szerelte. Müller bedobása után indulhatnak a piros mezesek. Fodor, szép volt a csel, gyönyörű gól. Két Csibuszé mezőnyjátékos is, és Diszlő Péter a kapus is feküdt. Remek találat. Ezzel 2-1-re vezet a klub Feca a mérkőzés 31. percében. És ezt a találkozót egy gyors leindítás eredményezte. Létszámfölénybe került támadásban a klub Feca, és ezt ki is használta. Bóka. Máriási megy le, és Molnár Gábor érkezik helyére. Bóka. Balog indul be, kapja is a labdát a jobb oldalon. Bókának vissza. Rikli! Szöglet. Ez is nagy helyzet volt. Tiszti Péter ért bele utoljára. Ott fejeli ki. Bóka dobja be. Molnár. Bóka. Bóka még a labdával, aztán Rikihez továbbít. Müller Csabát próbálta a köténybe fűzni. Ez nem sikerült. Molnár. Balog. Rikli teljesen üresen várta a labdát középen. Azonban ezen ő is annyira meglepődött, hogy messze pattant tőle a labda. Pott. Bóka. Balog. Szép cselek. Aztán Rikli kapja a labdát, és eltotolyázza. Müller. Szép lövés. Fehérnek kellett vetődnie. Csipuszé szöglet. Hosszú-hosszú percek után ismét a klub Feca kapuján áll a labda. 33. perc. Müller szöglete. Kiszi nem tudta lekezelni, átvenni a labdát, mert Bóka megelőzte őt. Ott. Rossz helyre. Molnár. Fodor. Bors támadta. Szabad rúgás. Fodor. Balog indul be. Müller szereli, és még bent tartja. Most nem igazán értették meg egymást a kékmezesek középen. Kiszi és Horváth Ferenc.
Csé plusz év bedobás. Horváth Ferenc kezében a labda, pot, mellé. Fodor. Nem zártak vissza a Csé plusz év játékosai. Fodor vállalkozott lövésre. A labda kapu fölé szállt. Kiszi. Bóka. Kikíséri. Molnár. Kiszi mellett ment el. Aztán Pottal is ugyanezt teszi. Müller szerez labdát. Kirúgás. Pott. Kiszi. Bókával küzdött, míg nem Fodor odaért, és tisztázni tudott. Kiszi bedobása. Fehér tenyereli ki a labdát a mezőnybe. Fodor. Balog. Bóka kapja középen, nem tudja lekezelni. Diszli Péter dobta át a pályát. A másik kapus, Fehér Miklós szedte össze azt, mármint a labdát. Gelencsér. Bors. Müller. Nem támadja senki, így Müller távolról lő. A labda azonban célt téveszt. 2-1-es klubfec a vezetés. Fodor. Gelencsér. Balog. Fodor fölé. Kiszilövését fehér tenyerelte szögletre. Horváth Ferenc végzi el a sarokrúgást. Át a túloldalra. Müllernek nem volt jó kapásra. Így le kellett kezelnie. És ez éppen elég volt Fodornak ahhoz, hogy odaérjen és blokkolja a lövést. Bors. Kiszi. Szép volt a csel, és gyönyörű volt lő. Kiszi remekül fordította át a labdát a jobb lábára, és aztán a kapu jobb alsó sarkába helyezett. 2-2 a mérkőzés állása a 38. percben. Molnár. Bóka. Müller Csabáról ment ki a labda. Balog bedobása. Nem ért bele senki. Kiszi. Bors. Müller. Kiszi felé. Kiszi be tudta tenni középre a labdát, azonban mindenki feje felett elszállt. Müller. Bóka előzte meg Kiszit. Diszlő. A Csé plusz V a támadás lehetősége, támadás joga. Pott kezében a labda. Kiszi veszi le. Aztán Borsnak teszi Kiszélre, és kint volt már a labda.
búka. Kis József most hátul a kapu előterében jeleskedik. Gelencsér lőtt távolról. Ez veszélytelen volt. 40. perc. 2-2 az állás. Kiszi. Molnár ért oda. Pot. Pot lő. Fehér. Müller, mint leghátsó ember, tisztáz. Bors. Horváth. Ballal megpróbálta átvenni a labdát. Aztán egy picit messze pattant tőle, így Molnár Gábor szerelni tudta. Molnár balogatja el, Bors. Ez hosszú nagyon. Máriási. Fodor. Bors. Sok labdát szerez Bors István. Kiszi nagy bedobása. Máriási fejelte le. Gelencsér. Fodor. Fodor lőtt egy igazítás után csőrrel. Viszlőd Péter hárított bravúrral a szöglet. Müller. A balokhoz kerül a labda, aztán ismét Müllerről vágódik az oldalvonalon túlra. Balog bedobása. Na, ki kapja majd a labdát? Molnár Gábor érkezik a felező vonalnál. És aztán Diszlő Péter rúghatja majd ki. Pott a 42. percben a labdával. Molnár Gábor és Horváth Ferenc kézfogója vagy ölelkezése a hatoson belül. Máriási. Gelencsér. Diszlő Péter véd szöglet. Gelencsér. Horváth. Müller érkezik, Molnárban akad el. Horváth szerzi vissza, aztán Kiszihez passzol. Kiszivel szemben Gelencsér, és most már Balogh Zoltán is. Bors érkezik remekül, aztán ellöki Molnár Gábort maga mellől. Hiába vitatkozik Bors István, teljesen jogos a klubvec a szabadrúgása. Gelencsér mellé perdít. Ez most bizony újabb gólszerzési lehetőség volt a Fecel előtt. Hárman voltak két védőre. Ott. Balog. Máriási, majd ismét Balog a labdával. 43. perc. Fodor indult be. Ismét szöglet, Gelencsér a labda mögött. Balog érkezik, aztán Gelencsér próbált centerezni. Végül a védők lábában elakadt a labda, Diszlő pedig felszedte azt. Máriási. Fodor. Máriási jól engedte maga elé a labdát. Fehér érkezik ki kapujából, két kékmezes volt elől. Pirosmezes védőnek nyoma sem volt. Így a kapusnak kellett kimozdulnia, és fejjel tisztázott. Bors fölé. Negyvennegyedik perc, továbbra is 2-2 a mérkőzés állása. Bóka. Fehér kapus. Molnár. Máriási. Gelencsér.
szép. Molnár Gábor érkezett a túloldalon, mindenki arra számított, hogy Gelencsér passzolni szeretne, vagy passzolni fog. Hát nem így tett. Körülnézett, és aztán lövésre vállalkozott, és ez bizony mindenkit becsapott. Ezzel 3-2-re vezet a Klubfeca a találkozó 45. percében. Már harmadszor vezet a találkozón a Klubfeca, eddig a Csipruszének kétszer sikerült egalizálnia. Kérdés, hogy ez a most már kevesebb, mint 5 perc elég lesz-e a kékmezeseknek ahhoz, hogy egyenlítsenek. Hott Fehér jön ki, és az ismétlés is Fehér Miklós bravúrja nyomán maradt ki. Müller Csaba lőtt kapura másodjára. Gelencsér. Bors. Pott. Horváth nem jut labdához. Fehér szedi fel. Aztán Máriási próbálta Gerencsért játékba hozni. Pott. Máriási vágja ki. Almádi Ferenc közben 99-es számmal a pályán, a Klubfeca együttesében. A játékvezetői labda után a Feca visszaadta a játékszert a Csipruszvének, aztán most már Pott próbál kapu elé ívelni. Bors Disznek adja haza. Horváth Ferenc fejjel Müllerhez. Kint volt már a labda. 47. perc. 3-2-es Feca vezetés. A Csipruszvének egyre sürgetőbb. Viszlő. Pott. Bóka. Fodor fölé. Disznó rúgja ki a labdát. Ezekkel az előre ívelésekkel próbálkoznak a Csipruszvé játékosai, melyek nem igazán jönnek be. Máriási. Fodor. Molnár. Almádi kint volt már a labda. Bors István bedobása. Molnár Gábor fejelte le. Máriási. Fodor. Müller nyomta le a földre. Feca szabadrúgás. Ez már a 49. perc. Máriási, Almádi, és aztán Fodor rúgta ki a labdát. Bóka. Bors. Molnár. Máriási. Müllerről ment ki. Molnár. Mayer vele szemben. Fodor. Fodor lövi el jobbal. Mellé. Disznó kirúgása. A két Feca játékos, Fehér Kapus és Bóka egymást zavarták. A kirúgás következik. Müller remekül húzta vissza a labdát, azonban Pekhére Máriási érkezett
majd Almádi próbált trükközni egy picit. Ez eredménytelen volt. A rendes játékidő utolsó percében járunk, tehát 50. perc, 3-2-es klubfeca vezetés, és Máriási indul meg. Máriási Almádi disznó Péter hárít lábbal. Almádi Ferenc végzi el a szögletet. Fodor, Máriási. Fodor, Müllerben akad el. Almádi bedobása, Fodor nem találta el. Horváth Ferenc küzdhet most Bókával. Buka volt a gyorsabb, majd Fehér érkezik ki a kapujából. Még talán ez a bedobás belefér, hiszen most már túl vagyunk a rendes játékidőn, és vége is a találkozónak. Tehát az 5. és 6. csatáját a jelenleg 6. helyen álló klubfece nyerte 3-2-re, és ezzel beérte riválisát, a Cséplusz-V-t. Így tehát mind a két csapat 10-10 ponttal áll a tabellán. Még egyszer a végeredmény, Cséplusz-V klubfeca 2-3. 6 forduló után immár csak egyetlen csapat van az első osztályban, amely még 100%-os, hiszen a Bonbon elvesztette veretlenségét. A Turul mérkőzés nélkül verte a Coopert, részletek az összefoglalókból. A 6. fordulóban a zöldmezes bádogos a Fevito ellen tovább folytathatta volna menetelését, hiszen a remek sorsolásának köszönhetően még mindig nem találkozott igazán erős csapattal. A jelenlegi 3. ennek megfelelően kezdte a találkozót, és nem kellett sokáig ostromolnia, mire bevette a Fevito hálóját. A hűtőgyáriak azonban gyorsan egalizálták az eredményt, majd egy kis adókapok után átvették az irányítást. Amíg az első osztályhoz viszonyítva is remek iramú és színvonalú első félidő után 5-3-ra vezetett a Fevita. Fordulás után a bádogos átszervezte védelmét, jó helyzet kihasználásának köszönhetően megfordította az eredményt. A Fevita már nem tudott újítani, így a végeredmény 8-5 a bádogos javára. Nagyon jó pecs volt, aki végig látta, az izgalmas, fordulatokban gazdag. Talán ez jellemzi most a csapatot, hogy nem adjuk föl, hajtunk, megyünk, és a 2x25 perc hosszú idő, mind ahogy most is látszott, fölvettük az ellenféllel a futást, abba is meg tudtunk verni, meg hát a végén fordítottuk, tehát gólokkal is megvertük őket. Sajnos a csapatban nem volt olyan tartás, hogy fel tudjunk állni. Én szerintem egy nagyon jó mérkőzést játszunk, az ellenfélnek gratulálok. Én szerintem egy jó mérkőzés volt. A sereghajtó és a listavezető találkozott a Maratonsport Aprilia motorosbolt összecsapáson. A mérkőzést a papírformának megfelelően a fehérmezes Aprilia kezdte jobban, a vezetést is megszerezte, ám egy perccel később egyenlített a maraton. A zöldmezesek bátran játszottak még azután is, hogy az Aprilia ismét egy gólos előnyre tett szert. A második félidőben megmutatkozott a tudásbeli különbség a két csapat között, és az Aprilia növelte előnyét az elfáradt maratonnal szemben, igaz csak egy góllal. A kötelező győzelmet hozta az Aprilia motorosbolt, de a 3-1 a vártnál kisebb arányú diadal. Az akarással sem nem volt baj, nem volt semmi szerencsénk, hát jobb volt az ellenfél is, nincs vitás. Tartalékosan voltunk, kevesen voltunk, nem volt cserénk. Tőlünk telhetőt mindent megtettünk a győzelem érdekében. Ennyire futott az elejénbe. Nehéz ellenfél volt, mert agresszívek voltak, elég sokat futottak, futásba felvették velünk a versenyt, és hát szoros volt az eredmény is, úgyhogy nehéz ellenfél volt. Itt egy picit most tompábban játszott volna az Aprilia, mint az eddigi mérkőzéseken. Vagy rosszul láttam? Nem, jól láttátok. Elég kevesen jöttünk össze mai meccsre. Hát én is már két hete nem edzek, úgyhogy félig sérültem, váltam ma, úgyhogy ennyi jött ki belőle. A 8. MÁV gépészet Alba Kerámia 57 Kft. A 13. Total Food ellen kívánta gyarapítani pontjai számát. A kékmezes élelmezésiek is e szándékkal léptek pályára, és ez érthető is volt, hiszen eddig csak egy pontot gyűjtött a Total. A meccs első fél idejében nagy volt az iram, de a feketemezes MÁV gőzmozdony módjára robogott, és 3 gólt szerzett, amire a Total Food csak egy találattal tudott válaszolni. Fordulás után a Totál stratégiát váltott, és több helyzetet dolgozott ki, mint ellenfele, és felzárkózott. A találkozó hajrájában a MÁV gépészet növelhette volna előnyét, sőt a Totál Food is kacérkodott az egyenlítéssel, de lehetőségeit nem használta ki egyik gárda sem, így maradt a 3-2-es MÁV győzelem.
Minek lehetett mégis köszönni a mai győzelmet? A szerencsének. A szerencsének, és azért ez a győzelem nagyon jól jött, mert jövő héten komoly rangadó a Süni ellen. Készülünk az Atesztra, nagyon a bozaira. Nagyon készülünk, tud focizni. De azért annyira nem. Másfél mindenféleképpen jobbak voltunk, sokkal több helyzetünk volt, és talán meg is érdemeltük, hogy megnyerjük a mérkőzést. Sajnos még nem sikerült ez a negyedik meccs, ahol tulajdonképpen pariba voltunk, de nem sikerült nyernünk. A felemáson szereplő Poyák BT a középmezőnybe igyekvő Süni és barátaival mérte össze erejét. A mérkőzés elején a sárga mezesek remekül szűrték meg a Süni próbálkozásait. A félidő derekán már mindkét oldalon akadtak helyzetek, de az első gólra a játékrész végéig kellett várni. Ekkor a Poyák szerzett vezetést. A második félidőben is küzdöttek a felek rendületlenül, de csak is helyzetekig jutottak. Így maradt az 1-0-ás Poyák BT győzelem. Kiszenvedtük a győzelmet, de csak azért, mert megint rengeteg helyzetet kihagytunk. Simán kellett volna győzni 5-6 góllal, de azért örülünk a győzelemnek. A mai meccsen futballról nem igazán beszélhetünk, inkább a küzdelem dominált mind a két csapatnál. Hát már az elején sejtettük, hogy sok esélyünk nincs a győzelemre, nagyon foghíjasan álltunk fel. Kulcsjátékosaink lesérültek, nem tudom, úgy látom, hogy a jövőre nézve is nehéz helyzetben vagyunk. A jelenleg negyedik Fedél Kft. És a még 100%-os Bombon találkozóját a fehérmezes Bombon kezdte aktívabban, és már az első percekben kihasznált egy védelmi hibát. A Fedél Kft. Játékosai, ahogy bemelegedtek, egyre többet veszélyeztettek, és egalizálták az eredményt. A félidő hátra levő részét nagy küzdelem és kimaradt helyzetek jellemezték, így egy-eggyel fordultak a csapatok. A második félidőben ismét vezetést szerzett a tavalyi bajnok, de a Fedél lendületes, remek játékával megfordította az eredményt, és a Balló testvérek gólpárbajából most a Fedéles Sándor került ki győztesen. A találkozót 4-2-re nyerte a Fedél Kft., begyűjtve egy igen értékes Bombon skalpot. Egyénileg jobb játékosokból áll az ellenfél, de most valahogy ma mindenki érezte, hogy itt a lehetőség, hogy bizonyítsunk, és kevés veszekedéssel, harcos játékkal nyertünk. Miben volt jobb a Fedél? Hát abban mindenképpen, hogy jobban kihasználták a helyzeteket. Nekünk ugyanúgy megvoltak a lehetőségeink, mint minden héten, csak hát most nem úgy sikerültek a befejezések, ahogy eddigiekben. Az első osztály hatodik fordulójának eredményei Fevita Bádogos 5-8, Cooper SC Turulány mérkőzés nélkül 0-3, C plusz V Klubfeca 2-3, Maratonsport Aprilia Motorosbolt 1-3, MÁV Gépészet Alba Kerámia 57 Kft. Total Food 3-2, Poyák BT Süni és barátai 1-0, Fedél Kft. Bombon 4-2. Most már csak egyetlen 100%-os csapat maradt a bajnokságban, az Aprilia Motorosbolt 6 mérkőzésből 6 győzelemmel 18 pontot gyűjtött, második a Bádogos 13 ponttal, míg harmadik a Fedél Kft. Szintén 13 ponttal, a negyedik helyre csúszott vissza a Bombon 12 pontjával. 5. a C plusz V, 6. a Klubfeca, 7. a Poyák BT, 8. a MÁV Gépészet, 9. a Turulány, 10. a Fevita, a kieső helyeken 11. a Süni 4, 12. a Cooper SC 3, 13. a Total Food 1 és 14. a Maratonsport 0 ponttal. A 7. fordulóban, azaz a jövő héten a Bádogos a Fedél Kft.-vel, a Süni a MÁV Gépészettel, a Klubfeca a Cooperrel, az Aprilia a Fevitával, a Turulány a Poyák BT-vel, a Total Food a Maratonsporttal, a Bombon pedig a C plusz V-vel csap majd össze. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket műsorunk végén, viszontlátásra!